Üdvözöllek! Az interneten rengeteg weboldalhoz szükséges regisztráció, a regisztrációhoz tipikusan e-mail címre és jelszóra van szükség, meg esetleg felhasználó névre. Ezeket az adatokat a weboldalak adatbázisokban tárolják, amivel úgy alapvetően nincsen probléma. A probléma akkor van, hogyha illetéktelenek hozzájutnak ezekhez az adatbázisokhoz. És ilyen azért megesik, e felül ne legyen senkinek se kétsége. De mi történik akkor, hogyha ilyen előfordul? Hát ilyenkor több eset lehetséges. Az a szerencsésebb eset, hogyha a jelszó, legalább a jelszó, titkosítva tárolódik. De sajnos olyan is előfordul, hogy ez nem így van, illetve nem elég erős titkosítással tárolják. Persze mondhatnánk esetleg azt, hogy jó, hát ilyenkor mi van, hát nincs nagy probléma, egyszerűen beállítunk egy új jelszót. Csak ezzel az a gond, hogy elég sokan nem használnak több jelszót, hanem az a jelszó, amit a különféle weboldalakon használnak, gyakran megegyezik az e-mail címük jelszavával. Ugye e-mail címe mindenkinek van, aki weboldalakon regisztrál, hiszen szükséges az e-mail cím hozzá. E-mail címet pedig valamilyen e-mail szolgáltatónál szerezhetünk, ahol meg kell adni az e-mail címet, meg kell adni egy jelszót. És ez a jelszó elég gyakran megegyezik azzal a jelszóval, amit a különféle weboldalakon meg kell adni. És hogyha a többi weboldalak valamelyikén illetéktelenek megszerzik az adatainkat, akkor nyilván hozzájutnak az e-mail címünk jelszavához is. Vagy titkosított, vagy titkosítatlan formában. Azt, hogy egy weboldal milyen formában tárolja az adatainkat, azt nem tudhatjuk nyilván. Ugye jellemzően nem szokták ezt így közzétenni. Tehát, hogyha megszerzik egy weboldalon mások az adatainkat, akkor rosszabb esetben ezzel az e-mail címünk adatait is megszerzik. Tehát az e-mail címet magát, illetve a hozzátartozó jelszót. Így szabad bejárásuk van az e-mail címünkbe is, az e-mail fiókba, ami nyilvánvalóan további előnyt jelent számukra, hiszen így gyakorlatilag tetszőleges weboldalon kérhetnek új jelszót, tehát tulajdonképpen az általunk használt összes weboldalra bejuthatnak, plusz még az e-mail fiókunkba is. Tehát az elsődleges fontosságú dolog az az, hogyha a különféle weboldalakon nem is, de legalább az e-mail címünknél más jelszót használjunk, mint amit az egyes weboldalakon használunk. De egyébként az ideális eset az az volna, hogy minden weboldalon más jelszót használunk. De hogyha még ezt nem is tesszük meg, akkor legalább az e-mail címnél egyedi jelszót kellene használni. Na és akkor egy bevezető után következzen ennek a videónak a lényege. Van ez a weboldal, ahol hogyha megadunk egy e-mail címet, akkor meg tudja mondani, hogy valamilyen weboldalon hozzájutottak-e illetéktelenek az e-mail címünkhöz, illetve hát egyéb adatainkhoz. Ide be kell írni egy e-mail címet, most én csak egy ilyen kitaláltat írok be, bár létezik ilyen, de szerencsére nem az enyém. És akkor kattintani kellene a gombra. És látható, már a háttérszínből is látható, hogy igen, ez az e-mail cím egy weboldalról kijutott, illetve a hozzá kapcsolódó adatok. És itt még azt is írja, hogy szerencsére ezt publikusan nem osztották meg, vagy legalábbis ez a weboldal nem tud róla. És itt vannak arról a részletek, látható, hogy az Adobe-tól 2013. októberében ellopták 153 millió felhasználó nevét és jelszavát. Látható, hogy itt van, hogy ID, ez az azonosító, felhasználó név, az e-mail és a titkosított jelszó kijutott. Viszont itt írják, hogy a jelszó titkosítás az nem volt valami túlságosan erős, és gyorsan vissza tudták fejteni, szimpla szöveggé. Tehát gyakorlatilag megszerezték az e-mail címeket, meg a jelszavakat is. Itt amúgy írják összefoglalóan is. E-mail címek, jelszó tippek, jelszavak és felhasználó nevek jutottak ki. Köztük ez az e-mail cím is. Viszont publikusan nem osztották meg, legalábbis ezen weboldal tudomása szerint nem. Beírok ide egy másikat, mondjuk tibor@gmail.com. Hát ez pedig két weboldalról jutott ki, mint az látható. Van ez a Liveboat nevezető, meg ez az R2 Games. Itt is írják, hogy milyen adatok jutottak ki, összefoglaló jelleggel is e-mail címek, jelszavak, felhasználó nevek. Itt pedig e-mail cím, IP cím, jelszó és felhasználó név. Ezeken a weboldalakon
titkosítva tárolták a jelszavakat, ami egy szerencsésebb eset, bár ez a titkosítástól is függ, hogy milyen mértékű, hogy mennyire egyszerű visszaalakítani szöveggé. Ugyanakkor vannak olyan weboldalak, ahol nem titkosítva tárolódnak a jelszavak, és nem kell azt gondolni, hogy ezek olyan nagyon kicsi weboldalak, tehát olyan értelemben, hogy alig használják páran, hanem ezek között vannak több 10, illetve 100 millió felhasználós weboldalak is. Nézzünk meg még egyet, ez pedig 13 weboldalról kijutott, amiből 12-t publikusan is megosztottak másokkal. Adobe Livebot, R2 Games, aztán van ez a 000 webhost, és látható, hogy itt ráadásul a jelszavak szimpla szövegként kerültek tárolásra, ami hát egy igen szerencsétlen eset. Hát aztán látható, hogy vannak itt még egyéb weboldalak is, ahonnan kijutottak, és látható, hogy itt van például a Tumblr is, ami azért egy eléggé ismert és népszerű weboldal, vagy éppen a MySpace szintén ilyen, vagy van ez a VK nevezetű, ahol szintén szimpla szövegként tárolták a jelszavakat, és közel 100 millió felhasználó adata jutott ki. Ráadásul ezt még el is adták másoknak, ezeket az adatokat. Hát szóval ez a weboldal ez így működne. Én úgy gondolom, hogy ez célszerű azért ellenőrizni mindenkinek, és az elsődleges fontosság az az, hogy legalább az e-mail címhez tartozó jelszóhoz különböző legyen, mint amit a különféle weboldalakon használunk. Illetve itt lehet értesítést kérni, hogyha ezen weboldal tudomása szerint valamilyen weboldalról kijutottak az adataink. Látható, hogy itt meg kell adni egy e-mail címet, hát most ezt fel is ismerte itt az utolsót, és rá kell erre kattintani, majd itt a gombra kattintással kérhetjük az értesítést. Most erre én azért nem nyomnék rá, mert ezen az én e-mail címem. Illetve van ez a domain search, ez nyilván a weboldal tulajdonosok számára érdekes. Hát ha van egy weboldalad, akkor akár ezt is kérheted, erre is fel tudsz iratkozni. Illetve itt van egy lista arról, hogy mely weboldalakra jutottak ki ilyen adatok, tehát felhasználó név, jelszó, meg ilyesmi. Hát van egy néhány sajnos.